a mi segítségünk és további együttlétünk megáldása és annak a megszentelése jöjjön örökkévaló Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindenható édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, amit külön az elején én szeretnék megköszönni neked, Úr Jézus Krisztus, az az, hogy tudom és hiszem, hogy mielőtt kinyitottam az ajkamat, hogy rólad beszéljek, vagy azon keresztül te szólj a te gyermekeidhez, már előttem jártál, már hozzám megérkeztél. Köszönöm, hogy hallhattalak. Köszönöm, hogy veled jöhettem. És köszönöm, hogy helyet tudtam, és volt erőm adni a szívemben neked. Köszönöm, hogy engedelmes eszközzé mindig te formálsz engem. És ezt én ma szeretném megköszönni azok nevében is, akiknél úgy szintén jártál, mielőtt a te ígédet a szívük közelébe vinnéd, te már náluk jártál. Valahogy. Valamilyen módon. Valahogy a közelükbe kerültél, és ők a te közeledbe. Ez a gyülekezet ott van a te erőteredben. Ez a gyülekezet vágyakozik abba a szabadságba, amit csak nálad tapasztalt meg, és most is meg akar tapasztalni, mert akarja, hogy ünnep legyen a szívében. Ez a gyülekezet boldog, mert békességet és nyugalmat nálad talált és talál. Áld meg ezért a te szavadat, a te ígédet, és legyen a te előttünk való járásod majd életünk holnapjaiban is olyan, hogy te mindenütt fogsz már járni, ahová nekünk utunk lesz, akiket nekünk kell megszólítani, ahová nekünk kell téged vinni. Legyen boldog megérkezés ez a mai óra, veled való boldog találkozás ez az óra. Hadd legyen a csodáknak drága műhelye ez a hely, és hadd dicsőítünk téged most és életünk minden napján. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Amen. Istenünk szent igéjét hoztam el közzétek, amit ő választott. Hiszem, hogy ő választott. Nekem is ő választott, aztán hiszem is, remélem, hogy mindannyian értitek, hogy mindannyiunknak is ezt választotta. A János írása szerint való szent evangéliumban van ez az ige a 9. részben. A 9. részből egy hosszabb, de összefüggő történetet szeretnék felolvasni egészen a 38. versig terjedő ige szakaszban, ahol ezt találjuk. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljött az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavába. Ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak,
sarat csinált, rákente a szemeimre, és ezt mondta nekem, menj a Siloam tavához, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van az az ember? Nem tudom, felelte. Ezt az embert, aki nemrég vak volt, a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemeit. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szememre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támad közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz róla? Hiszen a te szemedet nyitotta meg. Ő ezt felelte, próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Pedig most lát. Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk. És vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már. Majd ő beszél magáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mire a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is ezt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom, egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózesre szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitott a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt. És ő az, aki veled beszél. Erre így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Csoda egy történet. Csodálatos egy üzenet, és aki ezt láthatta, aki ezt végigélhette, aki a Krisztus korában ennek valahol valamilyen módon részesévé lett, annak a hitéletében ez a nagyszerű élmény behetett végbe. Élményeket mi is kapunk, élményeket mi is szerzünk egy-egy találkozunk által. Az örökkévaló Isten gondoskodik sajátosan arról, hogy kinek mi legyen az élmény.
valakit a falról elolvas egy sort, és akkor az az élménye, mert neki arra az egy sorra nagyon nagy szüksége volt. Arra az egy sorra már rég szüksége volt, szomjú hozott rá. És azt mondja, elolvastva azt az egy sort, értem, Uram. Ők éneklik tovább, én meg maradtam az egy sornál, értem, Uram. A többit is értem, mert szépen énekelnek, de néha az az egy sor, de néha az a személyes megszólítás, de az néha az az érdekes egy imádság alatt, egy igeolvasás alatt, egy gyülekezeti tag mosolyából, egy érzésből támadhat valami élmény, amire én szoktam mondani, hogy na ezért a napért érdemes volt élni. Hát nagyon szeretné az ember olyan napokat, amiért érdemes élni, pontosan csak olyakat szeretnénk. A többi nem kell. A többi vegetálás, a többi egyik napról élet a másikra, az nem kell. De az, amiért érdemes élni, az kell. Az élő Isten minden gyermekének csak ilyen csattintós napot készített. Neked is. Hidd el, amikor padlót fogsz, amikor depressziós vagy, amikor magányos vagy, amikor árvának érzed magad, amikor páros magányt élsz meg emberi kapcsolataidban, akkor döbbenj rá, hogy nem ezt rendelte neked az Isten, hanem egy ilyen csattintós, élménydús, gazdag, boldog, örömteli napot, amiért érdemes élni. És akkor nem csak azt mondod, hogy értem, Uram, hanem kell a következő sor is. Nem azt mondod, hogy értem, Uram, kell a következő nap is. Én nem tudom, hogy az mit fog hozni, de ha abban te ilyen élményekkel vagy jelen, akkor nekem kell az a másik nap is. Ha ezért el kell jönnöm a gyülibe, akkor nekem kell az a gyűlés. Ha nagyon meleg van és nehezen tudjuk elviselni az időt, de Uram, valahol valamilyen módon odaslisszanok a közeledbe, és még a melegben is felfedezlek magamnak élményként téged, mert nekem egy ilyen élményt adó jelenlétre szükségem van. Nekem egy olyan élő Isten kell, aki örökösen műszakban van miattam. Akinek mindig nyitva van az ajtaja előttem. Aki engem bármikor, bármilyen pillanatban fogadni tud. Aki ugyan Koreában is hallgat, Koreában, Kínában, Amerikában, itt-ott-amott hallgat sok milliárd gyermekét, annak imádságát, de teljesen figyel az én nyafogásomra is. Foglalkozik velem, pedig nyafogok. Foglalkozik velem, pedig legtöbbször nem hálát adok, hanem kérek. Foglalkozik velem, pedig nem mindig úgy beszélek vele, hogy kellene, nem azzal a hittel, amit egyáltalán ő adni akar. Mert mi a hit? A remélt dolgokban való bizalom. Miért bízol te abban a holnapban, aminek meghatározója lesz Jézus? Mert ilyen van. Ezt kéred tőle? Vagy hát majd meglátjuk, hogy leszel vagy nem leszel, jöjjön az a holnapi nap. Hát nem ugyanaz. Élményt átélni az Úr Jézus Krisztus mellett, hittel gondolni rá és hittel várni őt magát, egy csodálatos dolog, mert ő mindig menetrend szerint arra jár, ahol te vagy. A villamos megállóban is képes rá találni. Itt ezen a helyen csendben vagy, és képes veled beszélni. Én nem hallom, de ő hallja, amikor a szíved mélyén azt mondod neki, hogy Uram, na hát most kibeszélt a pap. De tudom, hogy te tárgyaltál engem ki. Tudom, hogy neked van ügyed velem, hát nekem is van veled ügyem. Köszönöm, hogy rám találtál. De hogy mondom én, hogy ide nem jövök még egyszer, mert itt kiprédikáltak engem. Mert itt végre foglalkoztál velem. Hát Uram, egy nagy senki vagyok a világban, ahol nem vagyok meghatározó, nincsenek érdekérvényesítő hatásaim, de előtted vagyok valaki. Hát ki? Egy megváltott gyermeket. Akiért vállaltad a keserű poharat, vállaltad a keresztet, vállaltad azt, hogy odaállj az atya elé, és azt mondd, hogy érette imádkozom. Hogy előtte megyek, hogy érte mindent odaáldozok,
hogy akit te nekem adtál, ugyanegy ilyen szakadt gyermek lett belőle, 3 évig nem tudtam neki diplomát adni, mert egyszerűen a tűznél elárult, azt mondja, nem ismer. De add meg neki a menny polgárainak diplomáját, mert én kérem. Mert én megyek érte a keresztre. Mert ha a szeme velem találkozik, akkor hull a könnye. És szeretni akar. És néha erőtelen. És én felkínálom az én erőmet az ő erőtelenségébe. Én mégis őket küldöm ki, ezt a szakadt kis csipet csapatot. De imádkozom értük, de előttük megyek, de szíveket készítek el, mert ezeknek nem lesz annyi erejük, de őket nekem adtad. Hát ők az enyémek. Hadd számoljak már velük úgy el, hogy ölelésemben mennek munkába, misszióba minden nap. Mert így szeretem őket. Egy szóval azt látjuk, hogy nyilvánvalóvá válik az életedben, az életünkben az örökkévaló Isten teremtő hatalma, fiában, Jézus Krisztusban, ott van, működik az élő Isten, mert ő egy működőképes jelenlétre adta önmagát a fiában. Ott akarok lenni melletted. Akarom, hogy megérintsék a palás szegélyét. Akarom, hogy kiáltani tudjanak utánam, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Akarom, hogy bízzanak abban, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Akarom, hogy a szeretetet tőlem tanulják meg. Akarom, hogy ügyük legyen velem minden nap és minden órában. Nyilvánvalóvá válik mindaz, amit Isten ezen a világon tesz. Jézus Krisztusnak tehát van, volt és lesz hatalma belenyúlni az övének az életébe. Na most ezt csinálja veled, meg velem. Ott van. Belement az életedbe, ne ijedj meg tőle. Végre valaki foglalkozik veled, akinek hatalma van nem is akármit tenni, újjászülni, egészen olyan dolgokra lehetőséget teremteni, hogy szányra kelj, mint a sas. Bántanak a varjak, belét kötnek itt a világon, valahol olvastuk a neten, hogy olyankor az ember legyen egy sas, emelkedjen a varjak fölé, ott már nem fognak keverni. És abban a magasságban szabadon, boldogan, csodálatosan látja a teremtett világot, senki nem bántja, mert az övé a közeg, mert ott sértetlen, érintetlen, a csodákat látó, és nem fogják szétszedni a varja. Néha egy-egy istentiszteleten, a sasok magasságába felemel téged is az Isten a dicsőítés alatt, egy imádság alatt, vagy amikor az én hebegő szavammal azt akarja neked elmondani, hogy szeretlek. És mondja az Isten neked, hogy szeretlek, értsd meg. Az egyetlen dolog, arról beszéltünk Misiékkel, a kollégákkal ott az irodában, amivel nem lehet szembe menni, amivel nem lehet vitatkozni, amit el lehet fogadni, ami által lehet élni. És én azért vagyok itt többek között, hogy mondjam magamnak, hogy biztassam magam és téged, hogy szeret az Isten. És ez a újjáteremtő hatalma jelenik meg abban a történetben, amit itt előttetek felolvastam, mert neki van hatalma mindezt megtenni. Az egyik, ami ebben a történetben igazán jól esett nekem, az az, hogy ez a vakkoldus még nem látja Jézust. De Jézus már látja őt. Én egy vakkoldus vagyok. Legyen már bátorságod neked is kimondani, hogy én is. Még mi talán nem látjuk, mert nem garancia ez a pad, ahol vagyok. Ez a hely, ahol vagyok. A Biblia, amit a kezembe fogok, még nem garancia, hogy lássak. Még lehetek vak. De már úgy vak, hogy tudom, hogy ő lát. És ez nekem elég. Ha ő már lát, ha ő már rólam tud, akkor az életemnek egész múltja, jelene és jövője előtte már végigfutott.
Hát tallóznak rajta az emberek, a tanítványok is, agyalnak ott mellette, és az mester, na mondd meg már, ami bennünket érdekel. Kivétett? Milyen agya van? Min agyal a tanítvány is? Aztán majd másként a farizeusok is. Hogy most kivétett, ő vagy a szülei, amiért ez az ember születése óta vak, amiért rajta van ez a büntetés. Hát aztán megtorpannak, amikor az egyik se. Na akkor most mi van? Akkor most próbáljuk újra értelmezni a törvényt. De hát a törvény te vagy. És a törvény akkor elkezd működni. És a törvény akkor odalép elé, és azt mondja, kend be ezzel a sárral a szemed, amit leírtam, vagy a történetben ott van, ismeritek, sarat csinál a nyálából is, megkeni, és azt mondja, eredj is a Sileon tavába, mosd le. És az az ember egyszerűen mindezt megteszi, amire őt az Úr Jézus Krisztus kérte. Lemosta a sarat, és amikor a törvény igazán működik, megtörténik a csoda, a vak ember lát. Ne szaladjunk már el annyira emellett. Születése óta vak. És egyszer csak látja, hogy a piros piros, a fehér fehér, a virág csodálatos, a zöld, a növényzet, a fák, valami elképzelhetetlen, ő csak a hangját, a susogását hallotta, valamiféle furcsa empátiában, hogy mi veszi őt körül, de egyszerűen ez a vak ember lát. A törvény működésbe lép. Az Isten törvénye egyszerűen gyógyít. Ez észreveszi ezt a vak embert, és belép, az életébe belép. És ez az ember engedelmeskedik, megteszi, amit Jézus mond neki, és lát. Halljátok, hát ez ilyen egyszerű lenne. Ez ilyen egyszerű. Nekünk egy ilyen Istenünk van. Egy ilyen egyszerű és nagyszerű Istenünk van. Ez látja, hogy ki vagy, és amikor eljött az az idő, amiről az elején már Mis is beszélt, hogy sem ez, sem az, hanem az Isten nagyságos dolgai, hogy valósággá váljanak, most rajtad, most te vagy a soros, most az életed prédikál, most a gyógyulásod szól ehhez a világhoz, most az a tény, hogy végre látsz, lelkiértelemben is, főleg úgy, akkor most te következel és láthatsz. Ha megteszed mindazt, amit mond, mert ő lát téged, és amikor az Úr nagyságos dolgai, amikor az ő csodájához szükség van rá, akkor te látni fogsz, a vakember látni fog, nem gyógyított meg minden vakot. Nem támasztott fel minden halottat. Nem gyógyított meg minden leprást. Nem terítette meg mindenütt az 5000-eknek, meg milyen nagyobb kisebb létszámú közösségnek az asztalát. Nem változtatta mindenütt a vizet borrá, hadd ne soroljam tovább. De ott, ahol kellett, mert ő azért jött, hogy az ő szeretetén keresztül a világ megismerje az Atya szeretetét, azra viszont tanított. Arra 3 évre beíratott 12 gyermeket. Arra beíratott téged is az ő iskolájába. Arra egyszerűen ki akar képezni a maga technikájával, a maga tudásával, a maga szeretetével, a maga pedagógiájával, mindazzal, amit látnod kell, meg hallanod kell. Vagy azt mondani, hogy ost ki a semmit. A 2 halat meg az 5 kenyeret, de előbb add ide nekem. És ti fogtok neki enni adni. És mentek ingajáratba, ismeritek a történetet, hozzám üres kosárral, tőlem meg telekosárral. Jöttek erre a helyre egy üres kosárral, fáradtan, nagy melegben, elcsüggedve néha. Annyira kell lesz, azt se tudom, mi kell nekem, de valami valaki hiányzik, te meg tudod, legyél ennek megelégítője, és azt mondja, mit van? Hát te látod, hogy mi van. Add ide. És oda teszed a kezébe, és amire te joggal azt mondtad, hogy na hát ez nem fog engem aztán gyökerestől megváltoztatni, az életemet mássá tenni, ő megáldja, és elég lesz.
és elkezded hordozni a férjedhez, a feleségedhez, és elkezded vinni a család tagjaihoz, és elkezded vinni a gyülekezet tagjaihoz, és elkezded vinni oda, ahová ő küld, de a telekosarat, de a csordultig megtöltött szíve, de a már megáldottat, amiből még marad is, és azt össze lehet gyűjteni. Mert ilyen az ő újjáteremtő hatalma. Ennek az embernek is egyszerűen azt mondja egy olyan világban, ahol nagyon sokan megelégednének egy kicsit ilyen komfortosabb, koldus élettel is, hogy hát én neked többet adok. Nálam több van annál, mint amit gondolsz. Még akkor is, hogyha ezt a környezeted nem igazán érti meg, mert ott vannak a farizeusok, és ezeket egy dolog bántja, hogy egyszerűen valaki lát, és azt nem ők gyógyították meg. Mert ilyen megvan. És hogyha nem ők gyógyították meg, akkor előjön bennük valami sátáni. Ha nem ők tettek valamit, akkor előjön bennük valami, ami szembe akar menni, még az Isten fiával is. Ugyanis azt mondják, hogy jó, jó, de szombaton? Tehát meg van őrülve. Hát ennyire nem érti az Isten szavát. Ennyire nem érti a szabadítás csodáját. Ennyire nem érti, hogy az az örökkévaló Isten, akinek a szavára a világ létrejött, a szombaton is tud újat teremteni, ha akar, ha arra szükség van. És ezt a születése óta vakembert újjá tudja szülni. És téged a nyugodalom napján is újjá tud szülni, meg engem is. Neki megy. Lehet, hogy valaki ezt nem érti meg, lehet, hogy valaki ezt szemmel tartott, és azt mondja, hogy hát micsoda dolog ez, és nem értik, és nem fogadják el, és akkor beszélnek vele, hogy miről is van itt szó. És nagyon érdekes, amit ha megfigyeltek, ez egész hosszú a történet, de az igazi látás világába Jézus írtó lassan vezeti be ezt a meggyógyult embert. Nem kapkodott vele. Lassan. A haladási sebessége olyan, mint a tied meg az enyém. Olyan későnőrű típusok vagyunk, nem baj. Nem probléma. Jézus így is tud gyógyítani. És akkor azt látjuk ennek az embernek az életében, hogy az elején még csak azt mondja a szomszédoknak, az ismerősöknek, te vagy az, hát, akit láttunk itt, meg itt. És akkor az mondja, igen, én vagyok. És ki az, aki ez veled? Ki az az ember? Az az ember, akit Jézusnak hívnak. Az elején még csak egy ilyen tapogatózó. Majdnem azt mondtam, hogy a közösségbe először jövő, de akkor hirtelen őt akarnám kilőni. És én már lehet, hogy sokkal többet lát, mint az emberfia. Nem prédikállak ki. Csak azt mondom, hogy amikor még az elején járunk, amikor még ott battyogunk, amikor még nincs igazán nagy hitvalló életünk, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, még olyan sincs, hogy Jézus azt mondja, hogy nem a test és a vér mondta ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Még talán ez a mennyei atya se bizott rád ilyen mondatot, mert még korai. Nem baj. Lassan megy. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, mondja. Aztán utána oda rendelik újra, hogy tisztázzák ezt a dolgot, és azt mondja, már tovább megy, már próféta. És a legvégét mit mond? Te vagy az Isten fia. Milyen csodálatos ez, hogy ez az ember egy ilyen személyes kapcsolatba kerül Jézussal. És nézzétek meg, nem te mondtad, hogy amikor olyan sok jó dolog történik velünk Krisztussal, akkor mintha megsokszorozódnának az ellenségek is. Na hát pontosan itt is ez van, hogy amikor már boldog, amikor már ezt az utat végigjárja, amikor már a maga lelki felfedezését is megélte, amikor már lassan haladva eljut odáig, hogy ki is az, aki engem meggyógyított. Most már csak velem van bajom, vagy veletek van bajom, akik újra odarendeltek engem, és egyszerűen meg akartok engem hallgatni, és meghallgatják. Szinte viccel velük, amikor azt mondja, még egyszer hallottam, de már elmondtam nektek. Nem hallottátok?
csak nem ti is a tanítványai akartok lenni. Hú, azért ez egy kis kés volt. Azért ez egy kicsit zokon eshetett nekik. Mi? Hát mi a Mózes tanítványai vagyunk. Te vagy az övé. Mert a mi számunkra ez még nem is egy olyan ember, aki Názáretből való próféta, dehogy is. Az Isten fia, dehogy is. Te vagy ennek a követe, nem mi. Téged gyógyított meg, de mi nem bírjuk elfogadni. És egyszerűen egy reakciójuk van, kizárni a közösségből. Nem lehet vele mit tenni, hát meggyógyult, hát lát. Hát boldog. Hát az Isten magasztalja. Vele, mintha minden rendben lenne. Boldog, megelégedett ember, mindenki ezt látja. Akkor még van egy rugásunk, zárjuk ki őket. Tudjátok, hogy miért jött létre a reformáció? Mert már nem bírtak a többiekkel. Ilyet mondani, hogy egyszerűen megbocsájt Isten bűnöket, bűnbánó embernek, nem kell érte ezt, meg azt, meg amaz, meg mit tudom én mit tenni, elfogadni, elindulni, lépéseket tenni, mozgásba jönni, bűnbánatot tartani, és eredjel, fiam, többé ne védkezzél, eredjel, a te hited megtartott téged, eredjel, én sem kárhoztatlak, hol vannak a köves fiúk, akik dobálni akartak, elment mind. Miért van valami vaj a fejükön? Miért rosszul esett nekik, ha mit kérdeztem? Rosszul. És akkor most bajuk van velem, hogy én ezt tettem veled? Igen. Vegyük ki a forgalomból, mert akkor ezt a húsvétot rendesen meg fogja ez a Jézus keverni. Most már nem tudunk vele mit tenni. Megelőzte a híre. Beszélnek róla az emberek. Halleluját énekeltek, amikor bevonult Jeruzsálembe. Lemoshatatlan az a hír a világról, ami megszületett. És éppen ezért csak egy valamit teszünk, kiveszünk a forgalomból. Ezt az embert is. Egyszerűen nem tesznek vele másat, mint letaszítják és kizárják abból a közösségből. Hallgatott valamire, megtette mindazt, amit Isten mond, és ezért az emberek kitagadták. Én itt be is fejezném egyébként, mert a történet így kerek. Az van írva, hogy a történelem ezeket a meggyógyult látókat igazolja. A történelem az téged igazol. A történelem nem a varjakról beszél. A történelem nem azt mondja, hogy mit mondanak rólad, amikor te itt vagy. A történelem nem azt fogja mondani, hogy hányszor mondták, hogy vagyok én olyan jó keresztény ember, Isten gyermeke, mint te vagy, aki oda jársz a gyülibe. A történelem nem ezt fogja igazolni. A történelem a látókat igazolja. Amikor kimondják a látók, hogy az Isten fia. Amikor kimondják a látók, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amikor kimondják a látók, hogy én vak voltam, de újra látok. Amikor mondják a pálok, hogy én voltam az. A diplomás, a Gamaliel lábánál a legjobb ószövetséges mellett tanuló, szuperdiák. De én üldöztelek benneteket, és engem sújtott vaksággal az Isten fia. És azt mondja, hogy fiam, hát te ellenem jössz. Na akkor ezt lezárjuk, megvakulsz. De én visszadom a látásodat. Visszakapta, de micsoda különbség. Utána vállalja, hogy én vagyok az az ember, igen. Mielőtt még mondanátok, vállalja, hogy én vagyok az az ember, igen. És ezeket a látókat igazolja a történelem, akik vállalják, hogy a bűnösök között első vagyok én. Tudnék mondani egy csomó dolgot, hogy mi mindent tettem, de a bűnösök között első vagyok én. De nekem az élet ez a Krisztus. Most már látok. Ha egyszer meg kell halnom, akkor eljött az ideje annak, és ő tudja, amíg itt kell lennem, itt leszek. Amit itt el kell végeznem, azt elvégzem. De mint látó. De mint meggyógyított. De mint aki mellett nem ment el részvétlenül az Isten fia. De mint akin könyörült. És megmutatta a többieknek, hogy ez az ember ugyanaz. Ugyanaz a nyomorult, mint te vagy. Ugyanúgy munkába megy hétköznap,
ugyanúgy nyugdíjból, vagy fizetésből, vagy kevésből, vagy többből, ugyanúgy az a lenézett nagy senki, vagy esetleg felnagyított, mit tudom én, milyen valaki, akiből ilyen-olyan, amolyan embert kreáltak, teljesen mindegy, de vissza kellett adjak valamit, amit elveszített, vagy nem is volt még az övé. És én meggyógyítom, és én visszaadom ennek a damaszkuszi vesztesnek az igazi győzelmet, mert az én választott edényem ő. Mert a föld végső határáig én küldöm őt. Oda meg csak úgy lehet menni, mint aki lát. Vak nem vezethet világtalan embert. És ezen a világon olyan sok világtalan van. És ebben a világban, vagy ezen a világon olyan sokan vannak, akik talán nem tudják elmondani, de már egyben nőtt az életük a vaksággal. És azt hiszik, hogy ez a természetes állapot. Hely pedig, de szép a világ. Hely pedig észrevenni minden színt. Megállni és nem szétrugni egy kis árvácskát. Megállni és megnézni még akár a bürüskét is, kedvenc virágunk. De egyáltalán az, hogy észrevegyem, megfigyeljem azt, amit Isten ad hegyeken és völgyeken, tengerek vizében, nem csak azt, ami történik a hatalmas viharok és az orkánok odaütésével, odacsapásával, hanem mindabban, mindazt, amit a világon láthatok. Amikor beletekinthetek a világ mindenségébe, néha, amikor ilyen tudományos filmeket, hatalmas távcsövek által bemutatott dolgokat adnak a tévébe, úgy ott ragadok, pedig nagyon jól tudom, hogy csak egy kis parányi része annak az egész mindenségnek, amit az Isten teremtett. De jó belenézni ilyen évmilliárdoknak az üzenetébe, vagy amit nem lát az ember, és felfedezni a kicsi életünkből még valamit, hogy Uram, hát ezt te teremtetted. Én eddig fel se fogtam, hogy mit jelent a te teremtő hatalmad. Uram, ezt a kis árvácskát is te teremtetted? Igen. Ezt a patakot is te adtad, hogy ott álljak az erdő mélyén, és nézzem a patakot, ahogy csordogál? Amikor felnézek a hosszú, magas fák tetejére, és beszedálja a lassú szél, amikor egyik oldalról a másikra megmozdulnak a fáknak a koronái, akkor ezt a nyugalmat is te adtad? Akkor, ahol nincs forgalom, csak a madarak énekelnek, ez a hang is te vagy? Uram, te ebben a csendben is beszélni tudsz velem? Uram, aki azt néztem, hogy van-e trafipax, vagy nincs, és hajtottam, mint az őrült, most lejjebb veszem, csendesen megyek, hogy lássam azt a szépséget, amit te adtál. Uram, ez is te vagy? Uram, én egy reménytelen eset, egy későn érő típus, mondanám, vagyok. De aki velem is tudsz valamit kezdeni, ez is te vagy. Aki vissza tudod adni az én látásomat, ez is te vagy. Igen, ez a te Istened. Ha nekem nem ez lenne az Istenem, akkor én már rég megtagadtam volna őt. Akkor nekem nem kellene. De nekem egy ilyen gazdag Istenem van. Egy ilyen érettem való Istenem van. Egy mindent a kezem alá adni tudó, meggazdagító, látást visszaadó Istenem van. Egy ilyen rajtam is könyörülni tudó, egy ilyen szerencsétlennel is valamit kezdeni tudó, a kegyelmét még nekem is adni tudó Istenem van. Neked is egy ilyen Istened van. És ő vele bármikor beszélhetsz. Ő neki kitárhatod a szíved, elmondhatod, ami fáj, még akkor is a 90%-ban panasz a hangod, és csak 10% hálaadás, még így is elfogad. Eljön az idő, amikor majd a hálaadás szava jön a szívedbe, mert csordultig van az örömmel, hogy Uram, végre látlak, Uram, végre tudom, hogy milyen látni, amikor én még nem láttalak, még az anyamében voltam, te már megszenteltél, Uram. Már ott a látásra készítettél fel engem. Még én nem is láttam a világot. Te már láttál. Te már látsz engem most is, amikor valamiféle sötétben vagyok. Hát, nekem azért tetszett ez az ige, mert aki benne van, és aki észrevesz valakit, felfedeztem, hogy engem is észre tud venni, és nekem is tud ilyen dolgokat adni. Ha sikerült őt
a te számodra is felfedeztetni az Isten lelkének, az ő hatalmának, erejének, akkor csattints egyet. Mert akkor ezért a napért érdemes volt élni. Köszönöm. Imádsággal zárjuk az együtt létünket. Örökkévaló Istenünk, mindenható édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Úrunk, de jó, hogy Te nem szaladsz el mellettünk. És ha valaki felőlünk kérdez valamit, akkor majd Te válaszolsz. Nem kell nekünk hebegni, nem kell nekünk makogni, nem kell nekünk a magunk igazát keresni, hanem Te majd válaszolsz. És Te majd elmondod, hogy hogyan élhetünk mi a Te dicsőségedre. Hogy hogyan lehetünk mi a Te kezedben még akkor is, ha a testünknek töviseit éljük meg, és megtanítasz arra, hogy elég nekünk a Te kegyelmed. Áldunk Téged, Istenünk, hogy ebben a csendben szólni tudsz hozzánk, hogy ránk találtál, hogy beszélsz velünk, hogy nem mondtál le rólunk, hogy meg akarod adni az igazi látást a számunkra, és megtanítasz bennünket arra, hogy másokat is vezessünk, mert látni nagy öröm, a látás világába vezessünk, mert tőled látást nyerni valami csodálatos dolog. Eldönteni, hogy követni akarlak téged, eldönteni, hogy végre lassan fel tudtalak fedezni magamnak téged. Először csak érdeklődve az ember fiáról, majd a prófétának a szaváról, majd az Isten fiának az üzenetéről jutottam el, vagy üzenete által jutottam el hozzád, és vallom, hogy Te vagy életem ura, és vallom, hogy Te kell lesz nekem, és vallom, hogy én követni akarlak téged. És vallom, hogy enélkül a látás nélkül nekem már nem kell a holnap, mert elegem van a komfortosabb koldus életből. És már nem érdekel, hogy mit mond a világ. Most már az érdekel, hogy Te valamit velem kapcsolatban mondtál, tőlem valamit kértél, és nekem valamit visszaadtál. Add meg, hogy ebben a műhelyben, embert formáló, lelkeket megmentő műhelyedben újjászülessenek lelkek, újjászülessenek a gyermekeid, látókká váljanak a vakok, és tudjanak vezetni másokat is hozzád. Urunk Istenünk, minden imádságot hangos szóval most nem mondtunk el, de Te tudod, hogy a listálkunk, a szívünk listáján még mi van, meg kik vannak. Milyen szó, ami a bűnbánatról, milyen szó, ami a hálaadásról szól, milyen üzenet, ami a jövő igényéről, kéréséről szól, Te már ott olvasod is, Urunk. Tudjuk, hogy már olvasod is. És ez olyan jó nekünk. És ez annyira, de annyira jó nekünk, hogy a világon senki más, de Te már olvasod is, ami ott van. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, Istenünk, a Te egyszülött fiad nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében, aki Te voltál, akit Te küldtél, akinek jelenlétében Te jártál közöttünk, és aki által, akivel együtt elküldted számunkra, mi számunkra azt az erőt, ami most is a közeledben tart bennünket. Az ő nevében kérünk, hallgassál meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves látók, Istennek a gyermekei, Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rátok, és az ő békességét adja nektek most, és minden időben. Amen.